A budapesti Ed Phillips and the Memphis Patrol zenekar adott koncertet Pécsen. Az idén 10 éves zenekar Elvis Presley mindenki által ismert slágereit szólaltatta meg a színpadon. Az együttes énekese már ismerős a Baranyai megye székhelyen, hiszen több mint 10 évig élt itt. Egy pécsi zenekarban rock and roll dalokat énekeltünk, sok Elvis dal is volt, és utána 2009-ben pedig beneveztem egy nemzetközi Elvis Presley-en bajnokságra, és ott bekerültem a döntőbe, 75 indulóból, és majd miután ez a verseny véget ért, akkor alapítottam meg tulajdonképpen ezt a zenekart. A banda a koncerteken amerikai katonai egyenruhában lép fel. A ruhák és a színpadkép a katonai ládákkal egyaránt utalás Elvis Európában töltött katonai éveire. A hangszerek korhűek, az előadások energikus és robbanékony stílusa pedig a rockabilly fénykorát idézi. A zenészek nem csupán eljátsszák a jól ismert slágereket. Akár a hangnemeket megváltoztatjuk, vagy pedig új betéteket teszünk bele, elveszünk belőle, hozzáteszünk, tehát ezt valahogy így kell elképzelni, ilyen nagyon egyszerűen megfogalmazva, és hát ugye itt a legnagyobb ráhatása a Sunny-nak, a gitárosunknak van, aki nagyon klassz ötletekkel jön elő. A csapat a 2011-es megalakulása óta 2 lemezt adott ki, illetve dolgozott már Elvis Presley eredeti zenekarának jelenlegi énekesével is. Fennállásuk óta több mint 10 országban adtak koncertet, és napjainkra már megkerülhetetlen vendégei a stílust képviselő hazai és nemzetközi kluboknak, fesztiváloknak.